Két főszerkesztője lesz ezen túl a Telexnek, ugyanis mostantól Munk Veronika mellett Dúl Szabolcs is ezt a tisztséget tölti be a hírportálnál. Azt írják, mostantól megkettőzött erővel dolgoznak azon, hogy olyan újságot írjanak, amelyről korábban csak ábrándoztak. A stúdióban Munk Veronika és Dúl Szabolcs. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Jó estét. Ez a társelnöki rendszer, ez bevált a politikában, és a társ főszerkesztője az jobban fog menni, szerintetek? Hát az, hogy a politikában hogy sikerül ez az egybeszaporodó társelnöki rendszer, arra a szavazók elmondják a véleményüket, a Telexről pedig az olvasók, és szerencsére egyre nagyobb számban mondják el. Tehát annyi olvasója van a Telexnek, hogy jó néhány párt megirigyelni. Na jó, de akkor ebből az következik, hogy Veronika jól csinált, akkor minek kell ezt oda? Hát Veronika nagyon jól csinálta, ezt tökéletesen egyetértek. Ezzel én is egyetértek. Na, ennyi. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Sikerült éket verdem a bimbódzó kapcsolatban, remek. Nem, hát szóval. Szabolcs azért kell oda, mert a Szabolcs a mi történetünk részese, és együtt tudjuk az újságot még jobbá fejleszteni. És tudod mit? Fordítsuk meg, mit tud ő hozni, ami hiányzott eddig? Egyrészt sok feladatot meg tudunk osztani, tehát az én dolgom egyrészt könnyebb lesz, másrészt eleve is nagyon reméltük, hogy amint a Szabolcsnak a jogi lehetőségei, a kötöttségei, ami az Indexnél voltak, egy fél éves felmondási idő lejár, akkor nagyon-nagyon reméltük a nulladik pillanattól kezdve, hogy csatlakozni fog. Mi 8 évet dolgoztunk már együtt közvetlen munkatársakként az Indexben, tehát tudtuk, hogy nagyon-nagyon jól ki tudjuk egymást egészíteni, jól tudunk együtt dolgozni. Tehát akkor nem lesz olyan fajta feladat megosztás, hogy ez hozzám tartozik, ez hozzá tartozik. Olyan is lehet. Lehet, hogy lesz olyan, ami, de egyikünk fog koncentrálni jobban. Lesz olyan, mire fáj a fogad? Mire fáj a fogam? Hát én valamivel szerintem egy hangyányit a politikával, politikához jobban vonzódom, és szívesen foglalkozom bele, de nyilvánvaló módon a döntés és a felelősség az mindig közös lesz, és itt tényleg lehet, hogy kívülről először ilyen furcsának tűnik, hogy akkor most ketten vannak, itt valami fajta verseny lesz, nem. Ugyanazt gondoljuk az újságírásról, ugyanazt gondoljuk a Telexről, ugyanazt gondoljuk arról, hogy mire van szüksége ennek a magyar közéletnek, és tényleg, ahogy Vera mondja, hát évekig mi együtt dolgoztunk, sőt, egyébként az előző munkáján is a döntéseket, azokat kollektíven együtt hoztuk. Ezt szeretnénk folytatni. A múlt az mennyire volt eddig békjó itt az elmúlt fél évben? Arra gondolok, hogy azért hoztatok magatokkal mindenféle muníciót, sebeket, örömöket, büszkeséget, mindent. Az ember próbál ahhoz ragaszkodni. Erre az lenne alapvetően a konzerválaszom, hogy lezártuk a múltat és a jövőbe tekintünk, de valójában ez annyiban egy kicsit árnyalnám azért, hogy természetesen ez mindannyiunknak, mind a 70-valahányunknak, akik most a Telexben dolgozunk, és korábban indexesek voltunk, egy sokszerű tapasztalat volt a tavaly nyári történés, az, hogy amikor a Szabit kirúgták és mi fölmondtunk, az úgy tényleg mindenki a semmibe ugrott, és úgy nem nagyon tudtuk, hogy milyen lesz a jövő, viszont eleve is 2020 nem volt egy nagyon fényes év sok mindenkinek, így nekünk is elég nyominak indult, de aztán a Telex annyira hamar lett igazából sikeres, napi 4-500 ezer olvasót vonzunk, több mint 42 ezer ember támogatott már eddig bennünket anyagilag, és azt látjuk, hogy szükség van a munkánkra, azt látjuk, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk, és innentől most vagyunk egy ilyen nulladik ponton, fél év eltelt, és ez a rengeteg munka behozta a gyümölcsét, és innen tudjuk tovább fejleszteni az újságot. Ehhez minél több támogató kell majd. Azt akartam úgy is kérdezni, mert ugye alapváltozatlanul támogatásból és támogatóknak köszönhetően áll a lábán, nem a reklámpiacból, és nem különböző államhoz köthető szponzorokból, hogy úgy mondjam. Ez meddig tartható fenn? Illetve másképp kérdezve, az a lendület nem fogy-e, ahogy egy újat könnyű támogatni, aztán a következő hónapban, megint a következő hónapban elfelejt utalni, már nem akar utalni. Ez meddig marad így? Ez a lapnak egy erőssége szerintem, és ezt egyben több olvasó, több tízezer olvasó már megértette, hogy attól tud a Telex erős lenni, hogy nem függ
politikai akarattól, oligarcháktól, hanem csak az olvasók érdeklődésétől. És rengeteg tervünk van, hát imádunk is ezekről beszélni, hogy mi legyen ebben az évben, jövőre, 5 év múlva, 10 év múlva, de ehhez tényleg az kell, hogy az olvasók is megértsék azt, hogy szükség van az ő támogatásukra, majd szerintem kimondhatjuk az előfizetésükre is. Tehát az, hogy mi abban gondolkodunk, hogy egy olyan újságot fogunk csinálni, amelyet az emberek szeretnek olvasni, érdekli őket, és ezután szükségük is lesz rá, hogy olyan tartalom lesz, amire azt mondják, hogy bizony, erre adok x ezer forintot. Na akkor egy csúnya kérdés, mert erre az ember kapásból nem mindig tud válaszolni. Melyikötök volt ma a főszerkesztő alattnál? Melyikötök van inkább képben, hogy mi történt az újságban? Ez biztos, hogy Vera, hiszen én most akklimatizálódom. Ismerkedsz a kollégákkal, mindet ismered. Abszolút. Megtanultam a Szabolcs a szerkesztőségi rendszerünket. Ami például újjahoz képest, amilyen a régi volt nyilván. Na azt akartam kérdezni, ma mi volt a húzóanyag? Gondolkozom, hát Varga Judit házvásárlása és a nagy méretű hitele, illetve annak az elemzése futott nálunk ma nagyon jól, hogy pontosan hogy is állhat elő egy ilyen hitelkonstrukció ma Magyarországon, és ez érdekelte legjobban ma. Ugye ez a 8 millióért 200 milliós hitel. Olvasóit, igen. De ez még a törvénnyel is szembe megy talán, mert hogy azt hiszem, hogy ilyen részre nagyon nem is lehet. Gergő kollégánk, hogy... És ő mire jutott? Ne, hát, hogy nincsen benne törvénytelen, hanem inkább azt kell ugye végig gondolni, hogy mégis egy miniszter, aki nyilvánvaló módon igazságügyi miniszterként részt vett a jogalkotásban, hogy él ezzel a joggal, amit alkotott. Valószínűleg mindannyiunk számára ez a lehetőség nem annyira nyitott, de hát egyszer ki kell próbálni. Viszont változott valamit az, hogy mire ugrunk mi olvasók az elmúlt 1-2 évben? Tehát az szerintem nektek most egy hihetetlen fontos tapasztalat, hogy egy újonnan induló portálnál mit várnak az olvasók? Egy kicsit más a Telex üteme, mint amit az Indexben csináltunk mi 20 évig korábban. Azt látjuk, hogy az olvasóink a Telexben jobban meghálálják a nagyobb lélegzetvételű, hosszabb anyagokat. Az egész médiapiacon mi vagyunk az egyik első, egyik újság abban a tekintetben, hogy mennyi időt töltenek el a cikkek olvasásával akik jönnek hozzánk, a közönségünk. Tehát azt látjuk, hogy kevésbé érdeklik nálunk a rövid kis bűnügyi hírek, vagy egészen, napi, nyilván a napi történések igen, de amit mi hírszemétnek nevezünk, ami az ilyen nagyon pörgős, felületesebb, rövid hírek, azok kevésbé érdeklik őket, a nagy elemzések, hosszú anyagok, interjúk sokkal inkább. Ez a reklámpiacon például egy fontos információ lehet, mert ez azt mutatja, hogy a ti olvasóitok elmélyültebbek, vagy jobban vágynak arra, hogy több tartalmat kapjanak, mélyebb tartalmat kapjanak egy-egy témáról. Másfelől ugye a reklámpiac kiszámíthatatlansága és államtól való függése miatt mi kevésbé számítunk. Vannak nálunk nem hirdetések. Vagytok optimisták, hogy egyszer ez másképp lesz? Hogy is mondjam, a múltbéli tapasztalataink alapján inkább az olvasóinkra nektek számítunk. Egyébként igazatok van valószínűleg. A mi tortánkon. Legyetek sikeresek, jó munkát kívánok nektek, kettőtöknek együtt, és köszönjük. Az egész szerkesztőségnek, a telex.hu-nak. Köszönöm. Köszönjük szépen.